édesapám, meg a keresztapám a Debreceni kollégiumban voltak ingyenes diákok. És ők úgy emlékeztek arra a kollégiumra vissza, mint a saját szüleikre. Természetesen, hogy édesapám, mivel ott ilyen nevelésben részesült, gondolta, hogy a fiából ott tudnak embert faragni. Hát ebben tévedett, mert én mondjuk, hogy mondjam, én sokkal viáncosabb gyerek voltam, mint ő volt, de ettől függetlenül rettentő sokat köszönhetek a Debrecen Református Kollégium gimnáziumának. Nagyon szerettem a természettudományos tárgyakat, ásványt, fizikát, kémiát, biológiát, matematikát, és aztán azért orientálódtam ebben az irányban az egyetemi továbbtanulásomat illetően. Irlanda Dezső tanári pályája elsősorban az Egri Gárdonyi Géza gimnáziumhoz kötődik. 1963-ban aktív közreműködésével alakították ki a kémia tagozatot. Volt ugye a név például kémiából, amikor egy évben a legjobb 10 között 4 tanítványunk volt. 4. Annak érdekében, hogy az előálljon, ahhoz meg kellett építeni egy laboratóriumot, mondanom se kell, hogy a terveit nekem kellett elkészíteni. Nagyon ragaszkodóak voltak a gyerekek hozzánk, mert látták, hogy milyen erőfeszítéseket teszünk értük. Az 1980-as években dr. Orosz Ernő nével könyvet írt, Kémia kísérletgyűjtemény címmel a gimnáziumi első-második osztály számára. Nevéhez kötődik a Hevesi György országos kémiaverseny, a Szentgyörgyi Albert emlékérem, valamint a tanítványok a diákokért alapítvány létrehozása. Volt egy tanítványom, aki zseni volt, nem egy átlag kitűnő tanuló. Ma már ott áll az akadémikusság küszöbén. De is, ami érdekes, én nekem még mindig kezisókolmot köszönt, mondom, Ferikém, hát most már ma hónap olyan öreg leszel, mint én, Dezső bácsi. Én megfogadtam, csak akkor fogom Dezső bácsinak azt mondani, hogy szervusz, ha már akadémikus lettem. Hát nem messzire áll tőle a gyerek, de hát ilyen élményeim vannak, hát ezért érdemes tanárnak lenni.